Most a Befogadás titkai című könyvemben hozok egy kirakást. Ebben a könyvben a nőiesség témáját járom körbe, és főleg az önbizalom erősítést. És hát nagyon sok kirakás van benne, egyszerű 3-4 lapos. Én most kifejezetten az önbizalomra fogok egy-két laposat. Van benne egy ilyen fejezet, hogy az önbizalmad erősítése. És akkor itt persze van benne gyakorlat is, de ahogy megmutatom, van egy olyan rész, amikor arra húzhatsz kártyát, hogy mi az, ami akadályoz abban, hogy megbízd önmagadban. Természetesen itt van egy példa is, de most húzok a női taróból egy példát, hogy lásd, hogy hogyan is lehet ezt használni. Ez a Goddess taró, ezt már használtam más videóban is, én nagyon szeretem. Kifejezetten ilyen női témákhoz vettem. És akkor megnézzük, hogy mi akadályoz az önbizalomban. Tehát két kártyát fogok húzni, és akkor nyilván, mivel akadálylap, azért a negatív oldalt fogjuk használni. Tehát nézzük a példa kedvéért, hogy mi akadályoz. Ez az egyik. És ez a másik. Persze egy picit más képi világa van, mint a megszokott, de nagyon szépek. Az első az a főpaplapja. Itt ugye egészen természetközeli módon van ábrázolva. Ugye milyen női taró, ezért minden szereplő nő a képen, tehát ezen ne lepődj meg. Itt ugye az van kiemelve, hogy nagyon jó kapcsolata van akár az állatokkal is, tehát nagyon nyitott mindenre. És ahogy a fény beárad fölülről a labba, az is mutatja, hogy nagyon befogadó a fényre. Tehát ha akadálynak nézzük, akkor ugye utalt arra, hogy nem vagy elég nyitott a szellemi dolgokra, vagy hát, hogyha a főpap jelentését nézed, akkor nincs elég hited, vagy nem tudsz bízni a számodra ismeretlen emberekbe. Jó, tehát ez az egyik akadály, és a másik pedig a kard. Ez az apród, igen. Egy picit máshogy van a jel. Kard apród lapja. Itt ugye éppen ír, mert hogy ihlete van, ugye ez a kard itt a feje fölött ezt mutatja, hogy nagyon sok ihlet van a kard apród lapjánál, amit nagyon jó, hogyha leírunk, papírra vetünk, hiszen akkor letisztázódnak az új gondolatok. A negatív oldala, és most önbizalom témában ugye ezt fogjuk használni, hogy nem vagy elég ihletet, vagy nem tudsz új gondolatokat befogadni, vagy nem tudod megvalósítani az új gondolatokat, vagy egyszerűen nem is tudod ezeket szépen folyamatában végig gondolni, tehát elakadsz benne. Jó, tehát ha összeolvassuk a kettőt, akkor ugye az azt jelenti önbizalom problémában, hogy nincs hit, tehát egy picit fenyegetőnek jelen, mert a külvilágot nem mersz megbízni, kitárulkozni. Itt, ha megnézed, ugye nagyon nyitott a kezdetet, abszolút befogadó a környezetére. Tehát utalhat erre, hogy egy picit zárkózott vagy, a másik pedig, hogy nehezen fogadod be az új gondolatokat. Jó, tehát, hogy ez az, ami az önbizalmat akadályozhatja itt a példánk alapján. Jó, természetesen bármilyen taróból megcsinálhatod, és ha szeretnél több segítséget az önbizalomhoz, akkor ez a Befogadás titkai könyv elektronikus formában megvásárolható tőlem. Köszönöm a figyelmet!